Tárogatón szólt a Gábor Áron Rézágyúja című közismert dal, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc székely hőséről írtak. Lészen ágyú címmel a nyíregyházi Kállai gyűjteményben nyílt kiállítás, ahol többek között a legendás tüzértiszt által készített, egyetlen fennmaradt ágyúcsövet is láthatja a közönség. A löveg története kalandos. 1905-ben teljesen véletlenül Kézdivásárhely főterén egy vízvezeték ásása közben találták meg azt. Az ágyúöntő hőshöz köthető székely nemzeti erekje hosszas politikai előkészületet követően 2010-ben kerülhetett vissza Sepsiszentgyörgyre. Mi magunk is kerestük, hiszen az ágyú, miután a Székely Nemzeti Múzeumba került, a 70-es években Bukarestben akkor alakult a Nemzeti Múzeum, és szabályosan rekvirálták, levitték Bukarestbe, és ez egy nagy szívfájdalma volt a székely közösségnek, és mi magunk is kerestük, hogy jó, nem lehet visszaszerezni, de detektorral mentünk mi is a helyszíneken, és Marosvásárhelyi Múzeum is, és nem találtunk. És akkor a rendszerváltozás után ez a téma újra felújult, és hál' Istennek, hogy 5 éves komoly utánajárás procedurák után sikerült hazahozni Sepsiszentgyörgyre az ágyút. A Sepsiszentgyörgyi Múzeum épületét jelenleg felújítják, így a több mint 300 kg-os ágyú más egyéb 1848-49-es erekékkel együtt egy különleges kiállítást alkotva járja az országot. Köszönöm, hogy ez itt lehet. A megnyitón Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, méltó helyre került a Kállai gyűjteményben ez az utazó kiállítás. Eredetiben lehet látni Gábor Áron Rézágyúját, Deák Ferenc pipáját, Kossuth Lajosnak a szivar szipka végét, és nagyon sok olyan tárgyat, ami a 48-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódik, legfőképpen annak az erdélyi székelyföldi részéhez, de hogy kössem egy kicsit Nyíregyházá vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, a Kállai családnak az egyik tagja Kállai Ödön egy nagyon fontos hadbiztosi tisztséget költött be a szabadságharc ideje alatt, és éppen alig került el a Hajnaú-féle rémuralomnak a bitófáját. Ő volt annak a Kállai Rudolfnak az édesapja, aki ezt a házat is, ahol most vagyunk, építette. A kiállítást Vinnai Győző országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, Gábor Áron kivételes személyisége a mai kor emberének is példát mutat. Gyakorlatilag Gábor Áron a saját vagyonát áldozta föl azért, hogy legyen ágyú, ez a hazaszeretetét mutatja. Azt a hazaszeretetet, amelyet a reformkori magyarok, a márciusi ifjak, az akkor harcoló honvédek tanúsítottak, mert ők hittek a népképviseletben, egy polgári Magyarországban, szabad és független Magyarországban, amely népképviseleti elven működött. A tárlat a Székely Nemzeti Múzeum és a Budapesti Hadtörténeti Múzeum közös munkája. A kiállításnak március 8-áig ad otthont a Kállai gyűjtemény. Ezt követően Budapesten láthatja majd a közönség.